Szép jó napot kívánok, újra NXTV, újra ESL, méghozzá Lime Rock Park. Sajnálatos módon ugye a múlt heti itt nem tudtam közvetíteni, mivel sehogy se tudtam elindítani a futamot. Konkrétan olyasmi volt, hogy a levegőbe szálltak a srácok, tehát egyszerűen nem ismerte fel a pályát, de hát van ez így. Ezért úgy gondoltam, hogy ideje volna megcsinálni a szombatit. Úgyhogy lássuk is, hogy mi történt szombaton. Hát kisebb meglepetések lesznek itten, ahogy én láttam. Na hát az időmérő az úgy alakult, hogy Elekes nyerte meg az időmérőt. Gratulálunk. A második helyen Jaksi Gyula, a harmadik helyen Kis Barnabás, a negyedik Pécsvári László, a ötödik Cséprő Máté, a hatodik Szombati Péter, Kovács Dávid lett a hetedik, és ennyien szerepeltek. Hát egy kicsit megcsappant a létszám, mondjuk ez elég problémás, de hát ez van. Sajnálatos módon szinte majdnem minden ligában vannak ilyen gondok. Jó, persze, most mondhatnánk azt, hogy itt tudom, ilyen HSF egyelben sokan vannak, jó, ez van, ők Forma egyel mennek, ami menő manó. Itt ilyen pici kis Fiat 500-asokkal mennek, de hát ez van. Mint ahogy olvastam a kommentekbe, itt Lime Rock Parkon is eléggé zabált a gumikat. Tehát azért oda kellett figyelni jócskán. Elekes közben kicsit általább ment, mint kellett volna. Na de lássuk a rajtot, hogy tudja Csabikán kell kapni. És szépen el tudott rajtolni, és itt hátrébb Jaksi Gyula már harmadik helyre visszaesett, Kis Barnabás a második helyre fel tudott jönni. De Jaksi nem hagyja magát, kicsit lesodródik, és szépen megelőzi őt, ki Pécsvári. Hátul valaki kisodródott. Hoppá, Jaksi Gyula elvesztette az uralmat az autó fölött is, kisodródott. Na hát akkor nézzük. Tehát első pár kanyar után Elekes az első helyen, második helyen Kis Barnabás, őt követi Pécsvári, és szerintem maradjunk itt, mert ők vannak a legközelebb egymáshoz. Egyszerűen imádom ezeket a kis mitugrász autókat. Nyom picik. Ugye? Hoppá, itt még hátrébb. Talán Szombati Péter és Csépő Máté között lesz valami affér. De jöjjünk vissza Pécsvárékra. Azért egy kis kulisszatitkot is elárulok, ha lehetséges. Ugye, ahogy olvasgattam a Facebook csoportban, a gumikopás miatt felvetődött az, hogy mi volna, hogyha 3 darab 10 perces futamot rendeznének, mivel ugye most úgy van, hogy 20 perces a futam. Azt hiszem 20 perces vagy 15 perces, már nem is tudom, már kiderül. Én 20 percesre emlékszem. Tehát a lényeg, hogy még 15 percesre nagyon bírnak ki a gumik. Ugye és főleg most jönnek majd a gumiszabáló pályák. És közben Kis Barnabás. Hoppá, Kis Barnabást Pécsvári megelőzte.
És itt hátul is, ha jól láttam, volt előzés, Csépő még hozzá Szombati Pétert próbálgatja. Hopp, egy kicsit össze koccannak. És Máté egy picit lemaradt. De hát úgy néz ki, hogy előzés helyett megkapja a nyakába Jaksi Gyulát. Gyuszikám egy kicsit hibázott, most is megcsúszott. Hopp, és elől megint valami. Nem. Vagy de? De. Kis bardobás, harmadik helyen. Szécsvári tülette célba. És közben Elekes Csabikánk nagyon jó formában van. Elől vezet és elég szép. Elég jól, jó messzi van a többiektől. Azért jó látni, hogy végre ő is fel tudott zárkózni ide előre, úgyhogy bizonyára megjön a kedve a többi futamhoz is. Igen, hát ez a kis mód, ez pont az a mód, ami Csabának fekszik. Ugye nem sok mindent lehet állítani. Így nincs az, hogy valaki csinál egy über-ciper-szuper beállítást, és akkor azzal elveri a bandát. Sajnos a Forma 1-es módokban többnyire nem kimondottan a vezetés, nem csak a vezetés miatt verik halálra az embert, hanem ha rossz setupot állítasz össze, vagy tényleg eltalálsz egy szuper beállítást, akkor mit tudom én, akár a középszintű pilóta is fel tud jönni a harmadik helyig simán. Na nézzünk hátra, mert úgy látom, hogy itten Szombatit Jaksi Gyula beérte. Próbáljunk egy belső kamerás, lássuk, hogy lehet ezt vezetni. Hát eléggé puritán ez a belső rész. Hát mondjuk annak idején nekem is volt egy Fiat 600-asom, hát kb. Így nézett ki. Jó, persze, leszámítva azt, hogy nem volt sport, kormány, meg a többi. Extra. És Gyula egyre közelebb van. Hatodik körben járunk. Most belső íven beteszi, kifékezi, és túlcsúszik. Még ott tudja tartani az autót, jön egy jobb kanyar, ami bal. Most jön a jobb kanyar. És előrébb ugrottunk hát. És úgy néz ki, a Szombati nem tudja visszavenni a helyét. Habár most belső íven el tud menni. Igen, és visszavette az ötödik helyét. Nézzünk itt elő, Csépő Mátéval valami probléma történt, mert szerintem megint laggolt a fiú. Hát igen, így jár az, aki füvezik, tehát főleg ezen a pályán. Na, de akkor menjünk előrébb. Ehhez képest hátrébb mentünk.
Kovács Dávidot látjuk, ahogy közlekedik az automobiljával. És akkor menjünk újból előre, nézzük meg Csavát, ahogy... Hú, hát azt kell mondjam, elég sokkal vezet, itt egy kicsit megdőtötte a autót. Még hátrébb, hoppá, itt egy kis csata, kis Barnabás és Pécsvári között. Joppá. És Barnabás betette, és Pécsvári picit lesodorta, vagy valami, de az biztos. Lássuk, mennyivel gyorsabb most kis Barnabás, hogy Pécsvári már nincs előtte. Hát ameddig itten ki nem alakul ez a történet, akkor nézzünk hátrébb, itt hátul mi történik. Jaj! Na hát itt hátul is készül valami. Hát nem az ebéd, viszont Jaksi Gyula az próbálkozik töretlenül. De ott van, de valahogy mégsem. Na, hát rájöttünk a titokra, hogy Máté miért van itt hátul, iszonylagok vannak nála. Nem tudom, hogy mobilnette van. Mondjuk annak idején, ha jól emlékszem, mobilnette volt, nem tudom, hogy azóta kialakították náluk a vezetékest. De ha még mindig mobilnette van, akkor már megértem, hogy miért lagol ennyire szegény. Lehet elfogyott. Hónap vége, tudjátok, hónap elej. Vannak azok a napok, amikor lagolunk. Na és én azt mondom, hogy annyira nem zárkózott föl Elekesre Barnabás. Tehát akkor ezek szerint Csaba natur volt ilyen gyors. Az is igaz, hogy Csaba folyamatosan a saját tempóját autózza. Nuku szélárnyék, nincs probléma, nem kell extrém fékeket, vagy próbálkozon előzni, vagy hasonló. És ugye ilyenkor kevésbé kopik a gumi. Viszont kis Barnabás Pécsvárival azért csatáztak eléggé. És hát szerintem azok a gumik is megsínlették azt a jó pár kört, amíg ők ottan agyabugyálták egymást. És itt hátul Jaksi Gyuláról lemaradtunk, megelőzte Szombati Péter. És úgy néz ki, hogy meg is tud lógni tőle. Az előbbi előzésnél az volt a probléma, hogy Péter vissza tudott zárkózni Gyulára. Gyula egy kis hiba után ugye meg is lett nyom-nyomolva. Hopp, és Péter hibázik, de nagyot. Hála Istennek vissza tudott jönni a pályára. Hát ez egy nagyon furcsa hiba volt. Konkrétan kiment az autó feneke. Ja, hát és akkor így le is maradt Gyuláról, úgyhogy Gyula nyugodtan nyomhatja a gázt, mert nem veszélyezteti senki. Sőt,
Talán, ha szerencséje van, még Pécsváriig is utol tudja érni. Na, és akkor menjünk előre. Érdekes Csabára, és akkor nézzük meg, hogy nagyjából milyen időt mentek a legutolsó körben. Tehát Érdekes Csaba 0.58, 0.59, 0.15. Őt követi Kis Barnabás, hát ő gyorsabb most, 0.58.365. Pécsváry 0.59.386. Jaksi Gyula 0.59.480. Szombati Péter 0.58.901. Szombati gyorsabb, mint Gyula. Cséplő Máté, hát Máté nagyon, nagyon laggol, vagy nagyon valami van. Egy percen felüli időt teljesített. Hát Kovács Dávid meg valahogy nem találja a pályát. Elment füvezni, de senki nem szólt neki, hogy ez nem kanabisz, hanem sima normál fű, úgyhogy ettől csak lassabb lesz, nem gyorsabb. Az ideje az milyen nyugdíjas tempó, de hát legalább nem megy tönkre a motor. Jó, na nem szívom tovább a védét. Menjünk akkor előre. Hát 15. körbe vagyunk, és elméletileg a felvétel 17 perce megy. Akkor azt jelenti, hogy még vagy két kör lesz. 15. 16, de van 17 kör nagyjából. Csak az a kérdés, hogy most Csabát meg fogja előzni, vagy sem Barnabás. És mint ahogy megszoktátok, ugyanúgy kettő darab futam lesz, mint ahogy eddig volt. És ha jól emlékszem, akkor egy időmérővel. Meg a fordított rajt. No, de viszont Kis Barnabás már is felzárkózott Csabára. És próbálkozik jobbról-balról, csak ki ne üsse. Hát nagyon agresszív ott van. És lásd csodát, egy hajszálat, de Érdekes Csaba be tudta hozni az első helyre. Őt követte Kis Barnabás ilyen milliméterekre. Úgyhogy gratula. Jaksi Gyula beérkezett a harmadik helyre. Neki is gratula. Szombati Péter a negyedik. Cséplő Máté az ötödik. És hoppá, egy defekt. Pécsváry Lászlónak defektje van, kérem szépen. Na, erről beszéltem, hogy nagyon kopnak a gumik. Tehát ez a 20 perces fut, nem is 20 perc volt. 15 perc volt a futam, konkrétan. Tehát ez nagyon főzabált a gumit. Kovács Dávid is beért. Ojoj, és nagyon néz ki, de nem ők körhátrányba itt volna. Nem. Hát igen, na hát akkor ennyi volt. Érdekes Csaba végre megnyerhette a Dersel futamát. Gratulálunk neki, egy pár perc és következik a második futam. Addig is pihenjetek, nem éljetek messzire.
Nos, és már itt is vagyok. Na, hát indítsuk el akkor. És akkor nézzük a sorrendet. Hagyunk képet is. Így van, tehát, mint már mondottam, a sorrend az változik. Ugye Szombati Péter az első, Csépő Máté a második, Pécsvári László a harmadik, Kis Barnabás a negyedik, Jaksi Gyula a hatod. Na várjál, akkor még egyszer megittem volna, hogy mi volt, tehát Szombati első, Cséplő második, Pécsvári harmadik, Kis Barnabás a negyedik, Jaksi az ötödik, igen, Elekes Saba a hatodik, Kovács Dávid a hetedik. Na, és az előbb megnéztem, hogy hogy is van, igen, 15 perc, tehát 15 perc volt a futam konkrétan, természetesen bele számoltam az én blablámat, meg stb. És úgy jött ki nekem 20 perc, hát ez van. Na, lényeg, hogy ha 15 percet Lime Rockon nem tart ki a gumi, akkor itt nagy cumi van. És akkor nem csodálkozom rajta, hogy háromszor 10 perces futamot akarnak, főleg Brent Hatchen, ami, ha jól emlékszem, még jobban zabálja a gumikat. És az azért nagyon izgalmas lesz. Mondjuk, igen, akkor volna ez izgalmas, hogyha volnának vagy 30-an, és akkor a 30-ból lenne pár kieső, de lássuk, hogy hogy is indul el. Szombati Péter gyönyörűen el tudott jönni, a második helyen Csépő Máté, illetve Pécsvári László. És melyikőjük marad, és itt hátul Pipus Dirdur volt. Pécsvári László és Kis Barnabás nem féltek el egymás mellett. Ennyi-bennyi. Kovács Dávid Jaksi Gyula hátánál volt, de már nincs. És Jaksi Gyula megpróbálja követni Elekest. Lássuk, hogy ezúttal Elekes fel tudja hozni magát. Legalább a dobogóig, mondjuk ez hülye kérdés volt, a speciál pont a dobogó utolsó helyezettjén csücsül, most nehezen tudtam kimondani, de hát megtaláltam a savakat, kicsit csóródtak. És Elekes elment pipacsot szedni. Hát nem volt pipacs, ezért visszajött a pályára. Megesik ez. Na, Csobikám koncentráljál. Akkor menjünk előrébb. Úgy látszik, hogy Kovács Dávid is pipacsot szedne. Vagy a 20 perccel ezelőtti futam hatása érkezett meg. Tudjátok, a füvezés. Na jó, komolyodjunk meg. Nézzük Jaksi Gyulát és Csípő Mátét, ahogy ahogy Jaksi Gyula is elment pipacsot szedni. Jó van, gyereki. Na akkor nézzük Szombati Pétert, remélem, hogy nem fog pipacsot szedni. Jó, oké, akkor menjünk hátrébb, itt hátul egy kis csetepatét látok, igen, Elekes és Kovács között. Kovács úgy gondolja, hogy hát engem nem fogsz te megelőzni. Elekes meg pont az ellenkezőjét, szépen belsőjében beteszi, és Álvesz Bieszel is ment. Viszont
Kovács nem pihenheti ki ezt az előzést, mert Pécsvári is úgy gondolja, hogy ő meg fogja előzni. Na hát akkor most Kovács Dávid a főszereplő. Hát igen, ebben a kanyarban azért két helyet is veszített, szóval... még egy kocs is belement. Hát nagyon néz ki, hogy Kovács billentyűzettel megy. Szerintem igen. De hát majd ha látod ezt, akkor majd írd meg nekem, hogy billel vagy kormánnyal mész. De nagyon kockás, szerintem billentyűvel megy. Na mindegy. Akkor menjünk előre. Ezúttal Szombati Péter az, aki elől van, vezet. Őt követi Jaksi Gyula, illetve Kis Barnabás. Bocsánat, hol van Csépő? Csépő negyedik helyen. Kis Barnabás megpróbál főzárkózni Jaksi Gyulához. De úgy néz, hogy tudja tartani a... Hopp, és Barnabás hibázott, fűre lépett. Viszont annyira nem lassította be. Hoppá, hoppá. Itt Szombati Péterhez egyre közelebb vannak. Ugye ebből a hármasból még valami történhet. Hát nézzük is meg az időket. Azt mondja, hogy Szombati Péter 058 269. Így van, ezért érték utol. Jaksi Gyula 057 761. És akkor még mielőtt meg nem előzi, megnézzük Barnabást. Ő 057 482. Tehát ebből a trióból Barnabás a gyorsabb. Viszont nincs hol előznie még egyelőre. Gyula pedig len már nagyon-nagyon ott van, szélárnyékba. Most kicsapja szélárnyékból, és ott tudja tartani az autót, akkor oké, ha nem, ha lesodródik, akkor annyi lesz neki. És ott tudta tartani az autót. Szépen el tudott menni, viszont Szombati Pétert ezúttal Kis Barnabás próbálja megelőzni, úgyhogy szegély Péternek hát nem sokat tudott pihenni az előzés után. Ajaj. De nem hátra figyel Péter, hanem előre, és Gyula hibázott, kicsit jobban kitette az autót. Igen, hát ez a szép benne, hogy tök egyformák az autók is, nincs, hogy na most az én autóm gyorsabb, vagy jobb a beállításom, vagy valami. Hopp, és Barnabás már szinte túlja le a pályáról Péter. Itt majdnem kép, nem csak képletesen, hanem... Oké. Na, lesz-e ebből előzés, vagy átmenek balesetbe? Barnabás jobbról-balról nézelődik, de nem
nem tudja betenni az autót. Annyival nem gyorsabb, mint Péter. Kanyarokba, mintha Barnabás jobban beengedni az autót, és hamarabb ki tud gyorsítani. Hopp, és Szombat egy picit lesodródott a pályáról, és Barnabás már is közelebb ment hozzá, nem sokkal, de pont elég annyi, hogyha még egy ilyen kis hibát elkövet, akkor simán meg tudja előzni. Hoppá, és Jaksi Gyulát. Hú, ez most nagyon-nagyon furcsa jelenet volt. Gyulát majdnem megelőzte Péter. Már szinte Gyula feltartja Pétert és Barnabást. Igen, Péter annyira koncentrál, hogy feltartsa, visszatartsa Barnabást, hogy egyre rosszabb időket ment, és most meg is tudta előzni. Nem bírt a cérnával, vagy gumival. De itt rögtön hibázik is kis Barnabás. És már meg is érkezett Gyulára. Teljesen más híveket használnak ketten. És konkrétan ne intolja le. De annyira ott van a fenkébe, hogy szinte nem hogy szélárnyék nincs, de szó sem. Fej mellett, jobb kanyar. Ahol Barnabás meg is előzi. Hát ott hagyta, mint Szent Pál az olávokat, úgyhogy erről ennyit. Lássuk, hogy Gyula vissza tud-e támadni. Még egyelőre még esély az megvan rá. 12. körben vagyunk. Na, hát akkor van egy gyors visszapillantó. Azt mondja, hogy első helyen kis Barnabás, második helyen Jaksi Gyula, harmadik helyen Szombati Péter, negyedik helyen Elekes Saba szépen fölpulozzát ő negyedik helyre. Majd Pécsvári László az ötödik, Kovács Dávid a hatodik, és Cséprő Máté Lagmeisterünk kiesett. Gondolom úgy gondolta, hogy a internyekkel nem lehet sok mindenre. Na most ebből hogy jövök ki? Tehát elment a net. Ennyi. Na de itt hátul két hófehérke csetepatízik. Méghozzá Szombati Péter és Elekes Csaba. És Szombati megint hibázik, lesodródik a pályáról, és Elekes szépen bevetődik mellé. Talán ebbe a kanyarba, Elekes belső íven, újból egy belső íves kanyar, és szépen el is ment mellette. Úgyhogy Csabikánk a harmadik helyre fel tudott zárkózni, egyre jobban és jobban jön föl.
nap, és Szombati nem hagyja magát, megpróbálja visszavenni. Hát itt már kicsit agresszívül. És ott hátul ki vagy? Kovács Dávid. Hát Dávidkánk most vagy pipacsot szedett, vagy füvezi, vagy csak simán úgy gondolt, hogy lehúzódik, hogy ne tartsa fel a többieket. Én a pipacsra gondoltam. Biztos pipacsot szedett. Lehet látott egy szállat, és akkor azt mondta, hogy ez az enyém, ti nem szeditek le. Na, jó, hát akkor jöjjünk ide vissza előre. Kis Barnabás megirigyelte Kovács Dávidtól a pipas szedést, ezért ő is úgy gondolta, hogy ha már úgy is elég elő van, akkor ő szed egy kicsit. Igen, már, hogy látjuk, már csúszkál. Úgyhogy nézzük hátrébb, Jaksi Gyula. Dobogós elekesünk. Hoppá, Gyula, Gyula. Hát itt már alig bírják tartani a pályán az autót, tehát csúszkálnak. Hopp, és jól látom, Pécsvári, ezúttal Pécsvárinál defekt. Ha jól emlékszem, Szombatinál volt, vagy ugyancsak Pécsvárinál volt. Na mindegy. Majd a kommentben majd írjátok be, hogy kinek volt a legelső futamon defektje. Én úgy emlékszem, hogy Szombatinak volt. Dávidnál sincs minden rendben, mert ő is óra hagyja el a pályát, és fölöttébb lassú. Na, de a 16. körben vagyunk, ami elméletileg az utolsó kör, elméletben. Azért maradunk is itt, így is van, már cikázik jobbra-balra. Kis Barnabás megnyerte Limebrook Park második futamát. Jaksi Gyula a második helyen, őt követi Elekes a harmadik helyen. Szombati Péter a negyedik. Azért várjuk meg, mint beér, neki is elég lapos a gumja, így is van, tehát Szombatinál is eldurrant a gumi. Pécsvári László az ötödik helyen egy defektel. És őt követik, ki ez? Ki vagy? Valaki, csak nem látom. Megvárjuk, mint Pécsvári beír. Hát az az autó, az már vezethetetlen. És most ért be Pécsvári az ötödik helyen. Defektel, tehát a második futamon kettő defektet láthattunk. Kovács a hatodik, és Cséplő kiesett. Tehát akkor gratulálok ezúttal Kis Barnabásnak. És akkor ha már itt vagyunk, akkor nézzük is meg a pontállást. Konkrétan Lime Rock Park után, pillanat, csak kinyitom magamnak, mert vatyú vagyok. Tehát Lime Rock Park után 67 ponttal Kis Barnabás vezet, Pécsvári László 47
ponttal a második, Szombati Péter 45 ponttal a harmadik, ugyanannyi ponttal, 45 ponttal Jaksi Gyula negyedik, Elekes az első és a harmadik helyével az ötödik 43 ponttal, elég közel vannak egymáshoz. Csíplő Máté sajnos kiesett a második futamból, így a hatodik helyen van 31 ponttal. Kovács Dávid pipacs szedő világbajnokunk 15 ponttal a hetedik. Csík Attila ugye nem jelent meg most, ő a 6 ponttal a nyolcadik. Szulák Sándor szintén hiányzott, 5 ponttal a kilencedik, és Csoma Marcell szintén hiányzott, ő is 5 ponttal, és ő tizedik. Hát a csapat bajnokságot itt láthatjátok, ha nem muszáj, nem sorolom föl, olvassátok el, adok egy kis munkát nektek is. Hát akkor ennyi volt mára, búcsúzik az Enix tára mára. Úgyhogy ha minden jól megy, akkor a jövő hét első hetében a szombati futamot szépen úgy megcsináljuk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, és még egyszer gratulálok Elekes Csabának az első helyért, illetve a harmadik helyeért, és Kis Barnabásnak a második futamban az első helyért. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok, puszi pál!